kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet és lesz. Sajó Vámos önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket az 1848-as és 49-es forradalom és szabadságharc megemlékezésének ünnepén. Felkérem Váradi Lajos Sajó Vámos polgármesterét ünnepi beszédének megtartására. Kedves Sajó Vámosiak, tisztelt ünneplő közösség! A múlt a jövendőnk tükre. Hangzott el Kossuth Lajostól azokon a napokon, melyek minden évben újra születnek szívünkben. 1848. március 15-én felemelte szavát a nemzet, és a korhadrend kártyabárként omlott össze. Az 1848-49-es hősöknek a nevét csak töredékében olvashatjuk a könyvekben. Azt azonban tudnunk kell, hogy a szabadságot nem egy harctalan tömeg vívta ki. A szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, hogy tudták, nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Ők tettékkel bebizonyították, hogy bár egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. A nemzet összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Ezt teszi ma is aktuálissá Petőfi szavait. Bárki is a dicsőség, a hazáért haszon. A mi hazánk Magyarország. Az itt élő emberek számára éppoly fontos volt az évszázadok során a függetlenség és a szabadság kiharcolása, ahogy valamennyi honfitársunknak Kárpát-medencében. A remény hal meg utoljára, szoktuk mondani. Hogy ez mennyire igaz, az abból is látszik, hogy március közepén minden évben újra meg újra feltűzzük a kokárdát, a nemzeti színű szalagból készített pokrétánkat. Pedig a forradalomnak már vége. A harcot ott akkor a csatamezőn elvesztettük. És mégis évről évre átgondoljuk elődeink tetteit. A forradalom minden évben újra és újra megszületik a szívünkben. Amikor feltűzzük a kokárdát, akkor ezt büszkeséggel teszünk. Nem magunkra vagyunk büszkék, hanem magyarságunkra, hazaszeretetünkre és azokra az őseinkre, akik szembe mertek szállni az elnyomó rendszerrel, akkor és ott, abban a reménytelenek tűnő helyzetben. Van mit tanulnunk. És van mit átadnunk az utánunk jövőknek, a fiatalabbaknak. Mert amikor feltűzzük a kokárdát, akkor ezt nem csak büszkeséggel teszünk, hanem erős reménysugár is a szívünkben. Mert reméljük, hogy azt a lelkesedést, ami mozgatója, motorja minden forradalomnak, így az 1848-49-es szabadságharcnak is, azt a lelkesedést szerezzük vissza, éljük át újra a kitűzött kokárdával. Amikor kokárdát tűzünk a gyerekeink ruhájára, és elmondjuk nekik, hogy ezt most viselni kell, akkor azt reméljük, hogy bennünk is tovább él egy kicsi a forradalom lángjából. Tisztelt ünneplő közönség! Múlton nyugszik a jelen, és azon a jövendő, mondta Széchenyi. Egységesen és meghatározó erővel csak egy nemzet léphet fel. Nemzetépről közös, hazaszeretetével válunk. Ebben rejlik a mi erőnk, hazánk, nemzetünk ereje. És ebből fakad a hazaszeretetünk. Ha jelen, a múltból fakadó tudással éljük, nem kell félnünk a jövőtől. Erre tanít minket Széchenyi István, és erre tanít minket az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe. Ebben segít minket minden évben újra meg újra a megemlékezés, és a szabadságharcra, március 15-ére és ennek hőseire. Ez ad értelme az ünnepségeknek, a koszorúzásoknak, a közös és békés elmélkedéseknek. Megjósolta ez már két nappal a forradalom kitörése után Jókai Mór, aki a következőket mondta. Míg magyar él, míg szabad ember él Lebonban, kegyelettel fognak visszagondolni az évre, annak történelmére, és történet alkotó alakjaira.
kérem nagy tiszteletű Szabó Zoltán református lelkész urat, emlékezzen meg a hősökről. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki mostani alkalomra az együtt és közös ünneplésre egybeülhetett. 174 esztendő előtti márciusi eseményekre. A forradalom kitörésének a kezdetére, valamint az azt követő szabadságharcra emlékezünk. Istennek legyen nála ma délelőtt az Arany János általános iskola kisdiákjai bemutatták ünnepi műsorokat. Most, amikor emlékezünk, akkor arra szeretném kérni az itt jelenlévőket, hogy képzeljük el azt, hogy egy napon felébredünk, és nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Nincsen ismerősként a nevünk, nem tudjuk, hogy hol vagyunk, kik azok, akik közvetlen környezetünkben vannak, kik azok, akik körülvesznek bennünket, egyáltalán, hogy hány évesek vagyunk, mi a kettelésünk, idegen szóval a hobbink. És talán arra sem emlékszünk, hogy korábban mi volt a bánatunk, mi volt az örömünk, vagy egyáltalán mi volt az, amit élet célul kijelöltünk magunknak. Gondoljunk bele, hogy milyen elveszetteknek éreznénk magunkat egy ilyen helyzetben. Hogyha valamilyen okból kifolyólag sérülne a mi emlékezetünk. És most továbbvíve ezt a gondolatot, gondoljuk csak el, hogy milyen elveszetté válna egy nemzet, hogyha az történne vele, mint történne velünk ezen az elképzelt reggelen. Hogyha a nemzet elfelejteni a nevét, a nyelvét, nem emlékezne a helyére a világban, nem tudna utalni a saját történelmére, a saját múltjára. Kedves testvérek, évtizedek óta emlékezünk újra 1848. március 15-re. És tesszük ezt azért, mert hiszünk abban, hogy fontos szem előtt tartani a múltat. Érdemes fenntartani a magyar nemzet nevét, nyelvét, helyét Európában és a világban. Tesszük ezt azért, mert értjük azt, amit Nemere István olyan csodálatosan fogalmazott meg. Az emlékeink mi magunk vagyunk. És ha nem emlékezünk, akkor üressé válhatunk. Ünnep számunkra ez a mostani nap. Ünnep volt azok számára is, akik azon jeles március 15-én győzelemre vitték a forradalmat. Mai napon, szerte a Kárpát-medencében, és az elkövetkezendő napokon megemlékeznek személyekről. Petőfiről, Irinyiről, Jókairól, Battányiról, Vasváriról, Bemről, Kossuthról. És eszünkbe jutnak városok, helyszínek, Párizs, Bécs, Pest, Pilvax Kávéház, Nemzeti Múzeum,
és nemzeti színház. És a mi lelki szemeink előtt események pörögnek. Halljuk a 12 pontot, nyilvánosságra hozó nyomdagépnek a kattogását. Számoljuk a zuhogó esőben gyülekező egyetemistákat. Szinte magunk előtt látjuk a nemzeti dalt felolvasó Petőfit. És érezzük, értjük és szeretjük azt, ami ott történik. Amit ott és akkor elindítottak a márciusi ügyek. És akkor feltevődik a kérdés, hogy mi ezen a mostani ünnepen mielőtt hajtunk fejet. Az akkori magyaroknak a bátorsága, hazafiassága és szabadság szeretete előtt. Azok előtt, akik tisztességes életet akartak élni, és ezért tudtak annyira bátrak lenni, hogy a reménytelenségből is reményt kovácsoltak maguknak. Ezzel egybe gyűltek. Bátornak, hazafiasnak és szabadság szeretőnek lenni 2022-ben nem azt jelenti, mint a márciusi ifjak korában. Tőlünk ma és még senki nem kéri azt, hogy életünket adjuk a hazáért. Némelyek fegyvert adnának kezünkbe azért, hogy idegen földön, idegen érdekekért harcoljunk. Nekünk Istennek hála, nem kell fegyvert ragadnunk ahhoz, hogy megvédjük a mi szabadságunkat. 2022-ben nekünk egy másféle harcot kell megvívnunk. Folyamatosan szót kell emelnünk a magyar nemzet érdekeiért Nyugat-Európában. A magyar közéletben, de a magánéletben is, a családokért, az ifjúságért. Tulajdonképpen a hétköznapokban kell nekünk megvívnunk saját forradalmunkat. Lehet, hogy ma a március 15-i eseményekről eszünkbe jut az is, hogy vajon hogyan alakulnak. Ma az internetnek, az elektronikai forradalomnak az idején, az 1848-as márciusi forradalom. Hogyan alakulna, és hogyan nézne ki az a forradalom a Facebooknak az ismeretében? Vajon hány lájkot kapna a nemzeti dal? Vajon hány komment érkezne a napi programot feltüntető bejegyzés alá? Úgy, ahogy az első kettővel, ezzel a gondolattal is eljátszhatnánk egy kicsit. Azonban ma, 2022. március 11-én egy elképzelt klikkelgetés mellett sem szabad elfelednünk, hogy miről szól a 48-as márciusi szellem, a nemzetünk, örökölt szellemi értékeink, beszélt és írott nyelvünk fennmaradásában, kivétel nélkül. Valamennyünknek ma is szerepet kell vállalni. Ismerjük
nemzeti dal. És a nemzeti dalnak a rabok tovább nem leszünk felkiáltása, minden időben érvényes. És érvényes kell, hogy legyen milliánk is 2022-ben. Hiszen gondoljunk bele, rabaskodni nem csupán egy cellában lehet, hanem rabul ejthet bennünket is a jelenlegi felszínes, istentelen világ, ami nyugatról áramol errefelé. Cellába zártak lehetünk a technikai világ és a technika csodái közé. Vagy éppenséggel a házunkban nap mint nap beömlő és beözönlő elektronikus kütyük varázslatos birodalma által is, amely eltereli a mi figyelmünket a lényegről, a nemzetről, a közösségről, a kultúráról. Jó lenne, hogyha 2022-ben is és azután is úgy járhatnánk felemelt fővel a világban, hogy közben nem tagadnánk meg származásunkat, nyelvünket. És néha a talán régi módinak tűnő szülőket, nagyszülőket, ősöket, elődöket. Hallgassuk meg Konrád György író szavait. Ha elveszítem a múltamat, akkor elveszítem önmagamat. Akkor nem látom, hogy mi köt az élethez. Az emlékek százlábú bogarak lábai. Velük a világba kapaszkodom. Voltam, tehát vagyok. Higgyük el, fontos tudnunk, hogy kik vagyunk, hol vagyunk, mi a múlt, és azt is jó szem előtt tartani, hogy hova tartozunk. Végül, de nem utolsó sorban még egy gondolat. Vajon 2022-ben és az azt követő években, évtizedekben akarunk-e magyar életet? Akarunk-e jövendőt? Abban a bizonytalanságban, káoszban, háborús világban, amely bennünket, az egész magyar nemzetet, a Kárpát-medencét körülveszi. És a mi válaszunknak egy értelműnek kell lennie, mert ennek a nemzetnek van neve, van nyelve, van hazája, van múltja és történelme. És Istenben bízva lesz jövendője is. Én abban hiszek, hogy ehhez mi mindnyájan, kivétel nélkül, kisdiákok épp úgy, mint középiskolások, mint az ifjúság, mint középkorúak, mint idősek, nyugdíjasok, minden nap valamit hozzáadhatunk Isten segedelmével. Köszönöm. A Sajóvámosi Arany János Általános Iskola ünnepi műsora következik. Felkészítő pedagógusok Szekrényesné Fölvári Éva és Hopka Péterné. Díszítünk ma az utcákat végig, márciusi szélben szállnak fel az égig. Álljunk meg előttük csak egy pillanatra, emlékezzünk vissza arra a nagy napra. Az a nap a népnek szabadságot adott, mi sem felejtjük el azt a dicső napot.
Ismét magyar lett a magyar, mert akkorig nem volta, hogy is lett volna, szolga volt, s nem magyar, aki szolga. Ismét magyar lett a magyar, bilincsét összetörte, s mint ősszel a száraz levél csörögve hull a földre. Ismét magyar lett a magyar, kardot ragadt kezébe, karján a napsugár ragyog, s bátorság szemébe. Ismét magyar lett a magyar, lángol, piroslik arca, kitűzött zászló mindenit, amely eltáld a harcka. Ismét magyar lett a magyar, egy szív millió keblében, és dobbanása rémület az ellenség fülében. Ismét magyar lett a magyar, a sikrát vitézül, s a világ, a nagy világ csodákat látni készül. Ismét magyar lett a magyar, s világ végéig az lesz, vagy iszonyúan és dicsőn mind-mind egy szálig elvesz. Dicsősége, virágzása, boldogságunk, jövője, reményünk. Mondd, mi a szabadság? A szabadság olyan, mint a levegő. Nemzetek csak benne létezhetnek, nélküle fuldokolnak. A szabadság nap az égen, melynek sugaraitól látunk, mozgunk, boldogulunk. A szabadság az, melyet egyesek és nemzetek hazájukban öröktől fogva óhajtanak és keresnek. A szabadság a legdrágább ajándékok közé tartozik. Szép szabadság! Ó, sehol sincs a világon oly becses kincs, mely te nálad nagyobb volna, vagy tégedet kipútolna. Te könnyített terheink, ha búlálja szíveinket, bíztatsz minket. Az oly madár igen ritka, melynek kedves a kalitka, bár aranyjal van béfedve, mégsem telik benne kedve. Bár majd ne kelljen szűkülni, mégis mindig fog készülni, kirepülni. Mit ér a rabságban, kínlódni sok gazdagságban? Mit ér minden, ha köteled, békjós lábadon viseled? Ha a kínos szolgabot vér, úgy a pompa, a nemes vér, s aram mit ér? És mi történt ezen a borongós márciusi napon Pesten és Budán? Szaladj, ha akarod látni, fuss! Kitört a fák fölhadalma, szavar a száműzött március, jégkirályt lincsel a tarna, március, március, március. Lángok a bahac fágon, lánglobogó lila láng, fiúk, dobjunk rá nagy kabátom. Március, gyönyörű március, szeretlek százezer évet, ki merne utat bánni, fuss, március, szerelmem ér be. A 174 évvel ezelőtt történt eseményeket csak elképzelni tudjuk Petőfi Sándor naplója alapján. Utazzunk vissza a 19. század Pestjére. Macskaköves utcák, oldonházak, konfisok, német szó és egy maroknyi lelkes fiatal. Ők forgatták meg a történelem nyikorgó kerekét oly sebességgel, mire senki gondolni sem mer. Thank you.
elem, a pozsonyi ifjúság küldötte vagyok. Most jöttem a hajóval, tegnap Bécsben is kitört a forradalom, Metternich megbukott. És mi mire várunk, a döntés a mi kezünkben van, kövessük a bécsi társaink példáját. Íme a forradalom fölgetege már itt zúg a közeli szomszédban, és mi tétovázunk? Nem, cselekedni fogunk. Betőfinek igaza van, nem tétovázhatunk tovább. A tömeg erővel nekünk kell megadni ezt a jelet. Az egyetemi ifjúságot kell először felkeresnünk, ha ők csatlakoznak hozzánk, senki sem állíthat meg bennünket. Húrva! Szolgaságunk idejében minden ember csak beszélt, mi valánk a legelsőkig tenni mertünk volna. Mi emeltük fel először a cselekvés zászlaját, mi riasztók fel szemünkkel a nagy álmából a hazát. A földet, mely koporsóhoz, benne a nemzet a halott, megillettők, s 14 millió szív földbogott. Egy szóvás, egy érzelemé, olvadt össze a haza, az érzelem lelkesülés, a szó szabadság vala. Siessünk a jogászok már várnak! Már látom, hogy ilyen a mi ifjúság küldöttei. Egy tárcát csak és barátaink, Bécsben forradalom van, Európa forró. Ne várjunk tétlenül, vívjuk ki nemzeti függetlenségünket. Csatlakozzatok hozzánk. Menjünk Landerer nyomdájában, nyomtassuk ki a 12 pontot és Petőfi nemzeti dalát. Egész Pest fújja már. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Kelj föl a bágyat kőpárnáiról, beteg megsibbadt gondolat, kiálts fel, érzés, menj nyögél elfojtott vérző szív alatt. Ó, jöjjetek ki láncra vett rabok, lássátok a boldog, dicső napot, s a horra, mely soká tűnt veletek, derült vigaszt és áldást fogjatok. A sajtót lefoglaljuk, azonnal kezdjék el a 12 pont és a nemzeti dal kinyomtatását. De uraim, a nyomtatásra a cenzor engedélye szükséges. Ha nincs engedély, nem kezdhetjük el a munkát. Cenzorhoz nem megyünk. A mai naptól fogva Pesten többé semmiféle cenzort nem ismerünk. Haladítanunk kezdjék meg a nyomtatást. Parancsára, ahogy önök óhajtják, perceken belül már kezdhetjük a munkát. A szabad sajtó első lapjai. Itt vannak a szabad magyar sajtó első lapjai. Mit kíván a magyar nemzet? Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Pesten, Budán. Évenkéti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgár és vallási tekintetben. Nemzeti örökségeket. Közös teherviselés a képviselet egyenlőség alapján. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküdtség felállítása. Nemzeti bank létrehozása. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. A magyar katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük. A politikai státuszfoglyok szavakon bocsátassanak. Unió és Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Egyenlőség, szabadság, testvériség!
Órák óta ömlik az eső, mégis több ezer ember van itt. Nézz körül, mennyien gyülekeznek, itt is jönnek, amott is. Te csodálkozol ezen? Ma talán az ország sorsa dől el. Hol van Petőfi? Délelőtt a nyomdában láttam. Lát, hogy el sem jön. Hogyan lehetne megkezdeni Petőfi nélkül a gyűlést? Nézzétek, ott van Petőfi, halljuk a nemzeti dal. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk vagy szabadok, ez a kérdés válaszol. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáig, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitank ember, ki most a kell, halni nem mer, kinek drágább rogy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kart, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy hírűhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hogy sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Szív. Siessetek csatába, Isten tornyába szálljatok a szegény föld sarába. Segíts harang dörögni, nyelved így megmarad, most majd ágyú dörgi el imádságra. Templom lett az ég volt, csaták tere benne, a szabadság oltarán az ágyuk terepelnek. Nem lesz üres a tornyod, ne félj harang, ne félj, szívünk ott fent dobban egy még szebb tornyodat. Szabadság lesz a tornyod, ne félj, hanem ne félj, add hát kölcsön nyelvet, dörgéssel beszélj. Kivívták, hogy rájuk emlékez rendületlenül.
Nap láncolt a földre, kard villant az égre, szabadság megköltözött a magyar szívekbe, kik névvel és névtelenül áldozták életük önzetlenül, kivívták, hogy rájuk emlékez rendületlenül. Puskapor, csatazaj, honvéd és nemzetőr, a lelkesült sereg mindig előre tör. Kik névvel és névtelenül áldozták életük önzetlenül, kivívták, hogy rájuk emlékez rendületlenül. A bukás elkerülhetetlen, a földet véráztatta, a megtorlás a reménykedőt is elhallgattatta. Kik névvel és névtelenül áldozták életük önzetlenül, kivívták, hogy rájuk emlékez rendületlenül. 1848, te üstökös csillag, utat mutattál, harctól, haláltól el nem tántorodtál. Kik névvel és névtelenül áldozták életük önzetlenül, kérlek, rájuk emlékez rendületlenül. Tűnt március nagy napja, szép tavasz, mely felrásztad a szunnyadó erőket, mely új tavaszok napját égre hoztad, mely új remények ibolyáját fontad. Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot. A zászló jelkép. A nemzeti zászló egy nép összetartozását hirdeti, a közös múltat, a közös jelent és a közös jövőt. 1848-ban a zászló színei a csapat becsületét, erényeit jelképezték, a vörös az erőt. A fehér a hűséget. A zöld a reményt.